Reggel 9 órakor a Vörösmarty Mihály általános iskolában is nagy volt már a sürgés forgás. Györfi Attila, a 4-es számú szavazókör elnöke elmondta, már korán megérkeztek az első szavazók, és 9 órakor nagyságrendileg több mint 100-an adták le voksaikat. A székesfehérvári 4-es számú szavazókörben reggel 6-kor rendben meg tudtuk nyitni a szavazókört. Jelenleg 50 fő körüli szavazónk vett részt a szavazáson, ez közel 10%-a a névjegyzékben szereplőknek, majd délben pedig még további pár személyhez mozgóurnával is biztosítjuk a szavazás lehetőségét. Volt-e valami probléma? Minden rendben történt, eddig rendkívül eseményünk szerencsére nem volt. A fehérvári polgárok számára a tapasztalatok szerint kiemelten fontos ez a választás, Szakács Imrén sem volt kivétel. Hát nekünk, mivel engem érdekel a politika, ezért figyelemmel kísérem, hogy hogyan alakulnak a sorsok, és melyik, mennyi ember szavaz a jóra és a rosszra. És a jóra többen, a béke mellett szavazunk, és a többség mellett.